A boldog élet titka. A világ leghosszabb kutatása, ami 1938 óta folyik, arra keresi a választ, hogy mi a titka a hosszú, boldog és egészséges életnek. A kutatásban vegyesen vettek részt Boston szegény negyedében élő hátrányos helyzetűek és a Harvardon diplomázott gazdagok is. Az adatokat kielemezve a kutatók megállapították, hogy a hosszú és boldog élet titka nem a gazdagság. Nem kell hozzá híresnek lenni, és nem kell hozzá a hatalom sem. A titok az emberi kapcsolatok száma és minősége. A magány megöl. Azok, akiknek sok közösségi kapcsolatuk volt, legyen az baráti vagy családi, sokkal boldogabban éltek, ráadásul egészségesebben és hosszabb ideig. Egy boldog párkapcsolat, ahol a két fél érezte, hogy számíthat a másikra a nehéz időkben, lelassította az idős korra jellemző betegségeket. Azok az emberek, akik másoktól elszigeteltebben éltek, mint ahogy szerettek volna, boldogtalanabbnak érezték magukat. Az egészségük előbb indult romlásnak, az agytevékenységük előbb kezdett hanyatlani, és rövidebb ideig éltek. Egy szeretet nélküli, marakodó házasság rosszabbat tesz az egészségre, mint egy válás. A meleg, szeretettel teli kapcsolatok valóságos védőfalat emelnek körénk. A jó élethez vezető út jó emberi kapcsolatokkal van kikövezve.